A szervezők a megyei rajzverseny legjobban sikerült díjazott alkotásaiból állították össze a rendhagyó tárlatot. A megyei rajz és műelemző verseny díjazott diákjainak az alkotásai láthatók a falakon, az ő kiállításuk nyílik a mai napon. Ötödikesek voltak a legkisebbek, és egészen 13. osztályos diák is volt, aki részt vett a versenyen. A zsűri elnöke évek óta Pap Albert festőművész volt, Lelikné Ombódi Orsolya, Súlyog Teréz, és három pedagógus vett részt a díjazásban, illetve az művek értékelésében. Nagyon-nagyon ügyes csapat jött össze a zsűri, minden tagja megerősítette ezt. Nagyon szép volt, és nagyon nehezen döntöttek 3 héttel ezelőtt, itt hosszú ideig tartott, amíg kiválasztották, hogy kik a legérdemesebbek arra, hogy díjat kapjanak. Van, aki szórakozásból rajzol, és van, aki aztán hivatásul választja, és ilyen irányban tanul tovább. De van olyan, aki a matematikát legalább annyira szereti, és inkább a műszaki pálya mellé színesíti tulajdonképpen a repertoárját. Az általános iskolásoknál a tatabányai Kodály, Móra, Kölcsei, Szent Margit, Sárberki, Kőrösi és a Vai általános iskola diákjai szerepeltek sikeresen, még a középiskolás korosztályban a tatabányai Árpád, Bárdos, a tatai Ötvös és Menner Bernát, az esztergomi Dobó, valamint az oroszlányi Hamvas diákjainak alkotásai láthatók. Azt nézzük, hogy a rajzórák száma szinte minden osztályban úgy lecsökkent. Tehát egy óra áll a rajz rendelkezésére, és ez azt jelenti, hogy kipakolják a festéket, a vizet, az ecsetet, és ki is csöngetnek. Tehát a munkára, az iskolai munkára kevés idő jut, inkább most, amit beadtak, munkák az két részből állt, két munka volt, egyiket itt készítették, arra 3 óra állt rendelkezésre, tehát azért kell egy megfelelő időmennyiség arra, hogy úgy belefeledkezve nagyon mívesen gyerekekhez képest mérten nagyon mívesen meg tudják csinálni nagy beleéléssel. Otthoni munkákat mi másodlagosnak vettük inkább, tehát nem olyan jelentőségűnek, mint az itt készítetteket, de amelyik úgy őszinte volt, szép volt, tehát saját élményekből táplálkozott, azt beszámítottuk ott is.